Oké, elvileg. Lehetőleg megjavult, meglátjuk. Oké, ide még nem fogunk most jönni, azt tuti. Egyelőre mehetünk tovább, és... És go. Az de jó volt. De már. Ez minden izének a sticker, mert hogy a stickerre nem tudok jól bánni, és ez mind abból ered, amikor így félre megy. Így volt a legjobb. Nincs mese, ezeket így kell összevernem, mert kettő már sok belőlük. Ne lejesz, te élsz, és ez valahogy meglep téged? Betaláltam az íjadat. Különböző lehetőségek mind egyszer bontakoznak ki. Lehet, hogy aggasztó, de legalább tudom, hogy az íjam jó kezekben van. Na, itt a felveszi Gassant, cided el a tetejére. Igen, a Simul kapuhoz. Miatt elfelejteném, az íjam kettős célt szolgál, talán érdemes lenne még egyszer megnézned. Ott fent találkozunk. Új képesség feloldva, a tevasség fegyver, amely Sargonhoz tér vissza, ha egyszer eldobta. Azt a kurva basz. Jelenti részt átnéztük már szerintem. Jaj, basszus! Ha át, ja, most. Most már átnéztük. Igen, annyira nekem ez a stickeres dolog nem megy.
Ez hogyan van? Aha! Szóval, hopp, hopp, hopp. Értékes tárgy, azt mondja, ritka halvány, kék és árnyalatuk fém, amelyet erősítő anyagként használnak. Ősi technika, amelyet még mindig használnak néhány kovács műhelyben. Ez de szép volt, öreg. Mellé léptem. Oké, nagyon nem lehet variálni, mert nincs több HP-m. Ó, jó, van ez smack. És itt van egy... valami. Begyűjtött. Igen, vadász és az emberevő. Ahogy végignéztem, hogy egyetlen fiamat felfalja, ez az undorító teremtmény egyetlen célom bosszúvá lett, elhatároztam, hogy megtalálom a módját, hogy egyszer és mindenkorra megsemmisítsem ezt a förtelmet. Ez a Manticore néven ismert lény, egy utálatos emberevő, egy félelmetes hibrid alak, oroszlán testtel, emberi fejjel és skorpió farka, amely halálos mérget nyilakat képes kilőni. Éhséget nem elégíti ki egyetlen emberüléssel, könyörtelenül üldözi több falubeliét, és élvezi ezt a vérszemes vadászatot. Meg kell találnom a módját, hogy elpusztítsam, mielőtt még több életet követel a falunkból. Bár az ember kétségtelenül a sáska ő kedvenc hús rendszeresen zsákmányolja a jószágainkat is, így elszigényedünk és éhezünk. Hogyan élhetnénk túl, ha továbbra is megöl minket és felfalja az életünkhöz szükséges táplálékot? A Manticort elpusztíthatatlannak tartják, de kénytelen vagyok megtalálni a módját, hogy egyszer és mindenkorra véget vessek az létezésének. Ezt a fiam kedvéért kell elérnem, hogy örök nyugalmat adjak neki. Belefáradtam a bujkálásba, ki kell állnunk és harcolnunk kell. Holnap összegyűjtöm a vadászok egy csoportját, és együtt megpróbáljunk véget vetni annak a könyörtelen tombolásnak, amit ez a lény a földünkön művel. Drága fiam, mindent megteszek, hogy megbosszuljam a lelked. És rakok egy ilyen jelet, mert... Oha! Faszabáznak. Szép volt. Pont mire összejött az a rohadt atra. Kettő ilyen behemót vadbarom van itt. Nagyon jó. Ez jó volt. Na. Revenge. Revenge. Értékes tárgy. Növeli a hordozható amulettek számát. Yes. Plusz 2.
Nem bír magával, faszi. Jó, hogy semmi nincs igazából. Torkát? Ha. De is rakok izét. Ajaj. Így lehet HP-t visszaszerezni, feltéve, hogyha nem rontam el a izét. Van valami. Jóslat, hagyjuk, hogy az ide homokja feltárja a jóslatot. Új cél mellékküldetés, kölcsönhatás. Ja, ezek azok, amiket ugye összeszedek, ezek a jóslatok. Ez mi? Tőlük kis közelharci támadás erejét, amit teljes életerőben vagy, szereled fel az amulettjeidet. Aha, jó van, azt lehet, hogy fel is pattintom akkor. És akkor mehetünk. Jaj, vissza! Jaj, amulett. Szereljünk fel amulettet. Elfelejtettem. Jatatlan szárgonyja. Pariba, itt voltál, vártál rám. Vélej nem körülötted fölök, fiatalember. Ez ilyen mamám boszorgom. Tudom, hogy időről időre meg akarod majd látogatni a boltját. Hi, Sargon. Mit van? Tip. Első Citadel, tudod, hogy jutsz oda? Persze, hogy tudom, bárhova el tudok menni, de neked talán nem lesz ilyen egyszerű. Minden esetre látom, most már van egy íjad. Nyugatra rekonstruálni a nagy istennő szobrát, ez a legegyszerűbb módja. A törött szobor, tudom, hol van. Jó. Elvileg, fiatalosok, folyton ide-oda járkáltok, elfáradtam vala, és nem, ha kötelességem van, akkor hív a kötelesség, csak vigyázz a csapat. Csapdákkal, nem sokat törődnek a költség. Aha, őket sem érdekli. Úgyhogy használj csak nyugodtan, emlékszilánk. Jó, menjünk. Mama? Nem? Kaheva kovácsa. Itt egy halandó, egy olyan, aki valami elérhetetlen dolgot keres az irányításon túl. Vajon kit szolgálsz? Tudsz rólam? Az emberi világ felé fordítva tekintetem, ha úgy döntök. Sargon vagyok, Perzsiát szolgálom, mint a halhatatlanok egyike. A halhatatlanok, azt mondod? Érdekes. Nos, halhatatlan, egy igazi halhatatlan előtt állsz. Kahiva, istennő és az isten kovácsa, én kovácsoltam a legnagyobb fegyvereiket. Fegyvereket kovácsoltál halandóknak. Időről időre szolgáltam halandókat, Darius király kardja a legjobb munkáim közé tartozott. És halandó méltó rá. Nem is tudtam, hogy a Kvaf hegyen istenek és istennők járnak az emberek között. Így volt, átok mindent megváltoztatott, néhány isten eltűnt a sors más szálaiba, de én maradtam. Én a szerencsések közé tartozom. A kovács műen megvédett az idő szeszélyeitől, akárhogy is, most már semmi sem a régi. Kovácsolnám még egyszer egy halandónak? Négy idő kristályért talán megegyezhetnénk. Értsd meg ezt, még az idő perde határén belül is jelentéktelen egy halandó élete. Üdvözöllek, kívánsz valamit kovácsolni?
ősi hatalom feltárva. Kétlem, hogy egy halandó látott volna olyan kovács műhelyet, mint az enyém. Nem tudtam, de a pengéim, Kaisz és Leila sosem hagytak cserben. A lengés a hő felette, ez a kovács műhely az én atrámot irányítja, ez ennek a formája a legerősebb fegyvereket. Így nekem halandó, amikor azt mondom, hogy a kovács műhely beszél hozzám. A kovács műhely mindenben érzi az atra izzását, egy ős erejű ércről árulkodik, ami hívogat. Meg fogod találni? Meg, ez küldi. A széttörés során dolgok elvesztek, amíg mások előkerültek. Hogy meglátjuk, hogy egy halandó akar-e ilyen erőt találni. Ha méltó vagy rá, akkor talán a térképet segít neked. Oda kell menni. Oké, ha de elmegyünk akkor. Vásárlás. Fejlesztés. Tovább fejlesztett kardok. Több nyíl. Mérsékelt a növelő maximális életerőt. Mérsékelt növel közelharci támadó erőt, amíg teljes életerőben vagy. Hát ezeket lehet, hogy kéne használni. 4,50, 3,75. Arra még pont lenne pontom. Következő 1000. Itt most kifejlesztettem magam. Ja, itt 2 HP csíkot ad, meg hát akkor ez az amulett, ami hát full HP-nál ugye izét ad. És nem tudom, hogy az honnan számolja a full HP-t, de szerintem így jó lesz. Aha, lehet nála venni amulett helyett HP-t, lehet már majd fejleszteni tovább a heal erősséget, Xerxes, szarvas vipera, jó pár dolgot majd kell venni. Úgyhogy most egy darabig gyűjtünk, mehetünk nyugatnak igazából, meg ugye meg kell csinálni ezt a questet. Először menjünk a küldi irányába akkor. Új amulett. Lassítsd le az időt, miközben a csakram a célzol. Rajzolsz. Hát a atra mérődből. Micsoda? Te ott van fenn a csaj, jó, hallottam? Jaj. Jó, bizony. Hi, Sargon. Térkép. Ah, úgy látszik, hogy akkor, ahol kint van kiül, térképet fog adni. Pont még volt hozzá elég. Pézem. Nézzük, hogy mit mutat a lány. Jó, egy-két dolgot megmutatott azért így rendesen. Itt alattunk is van még egy folyosó. Ez itt micsoda? Ezt nem lett lejelölve, ezt mindjárt megnézem. Mondjuk ez tovább megy, ha jól látom, úgyhogy ezzel lehet várni kell. Menjünk a küldetés irányába. Egyelőre. De valóban erősebb lett a kard. Erre is lehetne menni. Többfele is lehet menni.
Ez a rész le van zárva, jó, adj előre. Menjünk csak. Itt egy fa. Itt egy fa. Jahandár, magasban Jahandár az örökké valóságig lakozik, az oroszlán testével, emberi arcával és skorpió farkával. Jahandár mindig is embert emésztett, akik a hirkáni erdőben merészkedtek, és keresztezték az útját, örökre eltűntek, hogy étvágyát csillapítsa Jahandár egyszer a fellegvár kapuján sétált át, és három napon át rettegést terjesztett. 500 harcos kapott feladatot, hogy szembeszálljon vele, egyikük sem élt a túl. Darius még fiatal király volt, a királyi karda a felfegyverkezve, amelyet Kaheva kovácsoltatott neki, elindult, hogy kihívja Jahandárt. Százszor sikerült elkerülni a mérgezett hullánkjait, százszor hárított el a támadásait Darius Atast. A szent tüzet hívta segítségül, Jahandár még soha nem találkozott ilyen ellenállással egy halandó részéről, legyőzték, Darius megkímélte az életét, de a felső citadellába zárta. Így kezdődött Darius, a király a királyának legendája, akinek bölcsessége és bátorsága az egész ismert világon ragyogóvá tette Perzsiát. Szép. Jahandár! Maga Jolanda! Jolanda! Na jó, persze, milyen hosszú a farkad. Szállam is halandó. Hát ebben van egy kis kecske is azért. Az életed itt véget ér. Várjátok még össze a barátom. Fellegvár őrzője. Jó volt. Parokcsapással kettő üzét vett le abba. Ja nem, egyet? Kettő? Egyet. Az extra HP-ból. Így már nem jó. Maradt életben, na ez se jó annyira. Oké, most mindent bele. Az baj. Az nagyon nagy baj volt, pedig ez nem is olyan nehéz ez a...
Azt, hogy nem találtam-e. Ó, baszki, itt már a PS2-ben ugye dupla szettje van ennek a nyomorútnak. Én inkább behílelek már. Hiszem, a másikat el akartam jönni, mert kettő izén volt, és valamiért nem lehet váltásba eltolni. Édes Istenem, bazd meg, komolyan. Nem hiszem el, hogy ilyen... Jó volt ez is, fasza. Alakul itt minden jó.
Azaz, gyerünk. Inkább betolom azt. Úgy. Előbb ugyanezt akartam csinálni, csak nem jött össze. Ugye mind a kettőből volt töltve. Bár lehet, hogy CD-n volt a hullám, nem tudom. Lehet, hogy azért nem jött össze. Majd jobban kell figyeljek. Jolanda, meghalt a Jolanda. Az a jó, hogy pont ilyen minimális izé, 10 ilyen ponttal jöttem ide. Szóval a fermentikus halhatatlanság virágának szírma. Kaptunk plusz életet. És itt egy toll. A toll. Give me toll. Give me toll. A Simurgh rohanása. A Simurgh erejét használta a tér meghajlítására és mozogja a levegőben, ha megnyomod az R2-t használt, hogy visszintessen előre vagy hátrafele mozogj. Használta az ütés után is, hogy megállítsa a zuhanást. Oké. Okay. Aha. Any sign of the prince? Hol jel a hercegnek? No. Semmi. És már három napja kutatom a helyet. Három napja? Arteban. De csak órák között érkeztünk ide. Neked órák, nekem napok. A Ardaszír emberének évek. Várjál, csak itt nincs semmi más. Haja, mert így kell kimenni, jó? $3.50, lehet, hogy a hiltöltőnek az erejét kéne majd. Hát egyelőre nem kell. Oda kéne felmennünk balra. Az jó, mert közben akkor megcsináljuk ezt a küldetést. Várjál. Ja igen, ezt már meg tudom csinálni. Oké. Okay. Akkor csináljuk azt, hogy kimegyünk küldetéshez, és akkor visszafelé összedjük azt a másikat. Mi azt jelenti, hogy erre... De várjál, itt a madár miért csirípelt? Ah, mindegy. Alapjáraton csiripel szerintem. Az hibb volt. Ez is jó. Most ezt ilyenkor megadtam-e? Meg. Akkor hibátlan. Ó.
Várját, igazából mit killódok. Úgy. Hozz így. Van valami. Begyűjt a gyűjtető tárgy küldemény, drága anyám, végre megérkeztem a célomhoz, Banham Darius király nagyra becsült írnoka. Kegyesen kiválasztott engem, hogy részt vegyek nemes vállalkozásában, meg most is alig tudom felfogni ennek a lehetőségnek a nagyságát. Az ő szolgálatára minden évtizedben csak egy tanítványt választanak ki. Valóban a döntésem, hogy Persepolisba költözöm. Legnagyobb vállalkozásnak bizony jó többet belevághattam volna. Persepolisból egy meg nem nevezett birodalomba utazva röviden eszmét cseréltünk a feladataimról. Benham mester hangsúlyozta vállalkozásunk kiemelkedő fontosságát és titkosságát. Miután egy hónapot töltöttem az irányítása alatt, most már értem, honnan ered az egész Perzsiában tisztelt hírneve. A levéltárban folytatott tudományos kutatásaink során felfedeztem egy különös kéziratot, egy ősi kötetet, egy 8 polc réséi közé rejtve, elfeledve, hanyag porréteg alá temetve sínlődött. Azt mondja, ez a felfedezés szinte eufórikus állapotot idézett elő Bernámban. Megtiltotta, hogy felfedjem a rejtélyeket, ragaszkodott hozzá, hogy ő legyen az első, aki megfejti a rejtélyes lényeget. Csodálatos módon nem tudtam megfejteni a címet, mert egy rég elhagyott nyelven volt felírva. Biztosíthatom azonban, hogy Benham mester rendelkezik a szükséges éles látással, hogy megfejtse a tartalmát. Mondj csak, hogy van Alina és apám. Nagyon remélem, hogy apám már nem neheztel rám, amiért elhagytam őseink földjét, hogy a törekvésémet kövessem. A mester engedélyét kértem, hogy az elkövetkező hónapokban rövid pihenőt tartsak, azzal a szándékkal, hogy meglátogassalak benneteket. Ha engedélyt kapok, igyekszem majd a legfinomabb Persepolisi finomságokkal megtisztelni jelenléteteket. Biztos vagyok benne, hogy ez nagy örömet fog okozni Alina szívének. Kíváncsian várom a híreket, fiat szeretettel, Gaudarz. De jó fej gyerek vagy. Itt van egy fa. Az jó, itt van egy... portál. Homoszobrok hálózata, két újjáépített homoszobor között teleportálhatsz. Lép kapcsolatba a homoszoborral és válasz ki a célodat. Aha, és a menedékbe vissza lehet térni. Nagyon jó. Jó, és akkor... Welcome. Vásároljunk. Egy ilyen fejlesztést egyelőre. Tovább fejlesztett heal. Mondjuk még nem kellett, de igazából úgy vagyok vele, hogy miért ne. Vegyünk tippet. Megkattam Varamot, láttad őt? Egy oroszlán teljes melvértest visel. És fehér köpeny, persze láttam. Elment egy átjára nyugatra, félúton felfelé a szobor. Oké, okay, köszi. Good to see you. Kihívások. Kaptunk egy pár újat, ilyes csakram. Az így nem az én kedvenc fegyverem, de megfigyeltem Analysis harc közben. Megint elment a hang. Oké. Okay. Ezt pörgessük át aztán. Ez majdnem túl könnyű, igen. Nem tudom, miért megy el néha a hang egyébként. Hogyan? A kurva. Nem értem el az utolsóval, mekkora hülye. Baszki, ez nem rossz. Hogyan?
Baszki. Bagos néha a játék, mert tényleg így elmegy a hang. Most nincs hang megint. De csak bizonyos hangsávok mennek ki a gameből. Érdekes. R2. Helyre egy kivetülés után. Milyen kivetülés után? Milyen kivetülés után? Ez most mi? Legyőztem Antikor, találtam egy energiát töltött tollat, Simurgerek kéje. Csak szentírásban olvastam, igen. Mit kell csinálni? Ez baszik, ez nem jó. Nem működik. Ez hülye. Mit akar a költő? Hát ezt nem értem. Helyreállítás. Én szerintem ez nem működik. Én szerintem tudja ez, hogy befagyott a game. Azért nincs hang. Tuti biztos vagyok benne, hogy valami bug van. Hát gyerekek, ezt a gémet bazeg nem volna ki kéne találni. Fogja magát és elmegy a hangnak a fele. Na jó, hát akkor a késő meccsem azt a izélt. Most nem fog állnak kilépegetni, 10 percenként bejön egy ilyen probléma, úgyhogy ezt akkor hagyjuk. Édes Istenem, hogy mindig van valami. Ezeket nem sikerül kipecselgetni. Hang nélkül kell játszani egy játékot, hihetetlen. Most öreg. Jó, az itt így ennyi, ez nem volt ennyire bonyolult, nyilván csak...
Anyád, várjál már. Igen, hang nélkül elég szar játszani. Azért ezt tegyük hozzá. Hang nélkül nem a legjobb egyébként ezt itt tologatni, itt van még valami, nem? Kézműves szerszámok, szőnyegszövők, persze bonyolult, mint a szőnyegek varrására használt finom sejem fonal, oké. Okay. A felütés jó pofa, addig amíg ugye tud úgy működni, hogy... Mindegy, menjünk erre a questre akkor, hogyha már itt vagyok. Aha. Oké. Okay. Ez mi? De bazeg, hangot! Hang, nem? Kaptam. Ja, ez volt a üzére várt. Nyers érc titelában egy jó védett tárdában őrzött érdekes anyag, hozzá a tárgyat Kavelának. Kavelának, hogy ta, igen, hatalmat. Hatalom serekét kovácsoljon belőle. Próbáltam ezt az ilyes kombót, ez se rossz. Viszont, hát elviszik majd, de megyek oda-vissza szerintem, honnan jöttem. Oké, okay. Nem. Tudom, hogy te trükkös vagy meg. Úgy-úgy. Azt mondja, új amulett. Enyhe elrejti az életerőt egy sikeres hárítás után. Két szlotos. Már voltam benne, ugye? Voltam hát. Mentés, viszont akkor így visszatudom vinni a questet. Visszaviszom a questet, aztán lehet, hogy gyorsan izé a kilépek a főmenübe.